Sziasztok! Üdvözöllek benneteket innen a műhelyemből. A mai videómban a piezoelektromosságról lesz szó. Piezoelektromos elemet fogok generátorként használni, tehát energiát fogok vele termelni. Mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan. Még mielőtt ebbe belekezdenénk, jobb, hogy tudjátok, hogy a piezoelektromosságot 1880-ban az itt látható Curie házaspár fedezte fel. Nagyjából arról van szó, hogy vannak olyan kristályok, melyek nyomás hatására töltést választanak szét, és ahol töltés szétválasztáson, ott feszültség van. Fordítva is működik a dolog, hogyha erre a kristályra feszültséget adunk, annak hatására mechanika a változás jön létre, így akár nanométeres pontossággal is lehet állítani a dolgokat. Ez az egyik fő felhasználási területe jelenleg a piezoelektromosságnak, vagyis hogyha nagyon pontosan kell állítani valamit, mondjuk nanométeres pontossággal, akkor arra piezoelemet szoktak használni. A másik fő felhasználás pedig a dízelautókban a dízelinjektorok. Ott pedig nagyjából arról használják a piezo elemet, hogy beengedik vele az üzemanyagot a hengerbe, illetve nem, illetve pontosabban ráengedik a porrasztó csúcsra vagy sem. A piezo elemeknek az élettartama viszonylag elég jó, bár egyes dízelesek nem ezt tapasztalják. Piezo kristályt otthon is el lehet készíteni, nem javaslom, de elvileg megvan a recept hozzá, az interneten meg tudod keresni, szóval szódabikarbóna kell hozzá, egy kálium vegyület, meg némi desztillált víz, és nagyjából 4 óra alatt elő lehet állítani egy piezo kristályt. Én kész piezokristát fogok használni a mostani kísérletemben, nyilván ez itt sokkal egyszerűbb. Ugye mondtam, hogy például a dízelinjektorokban is használják, katonai felhasználása is van. Az egyik felhasználási terület a szonár, amivel felderítik, hogy mi van a hajó alatt. A másik felhasználási terület például lövedékekben ezzel tudják begyújtani a folyamatokat. Szóval egy ilyen kristály segítségével energiát lehet termelni. Én építettem egy ilyen kis piezoelektromos generátort, amihez egy orgona bokornak egy faága fog csatlakozni, hogy fújja a szél ezt a faágat, annak hatására feszültség keletkezik, és egy LED fog világítani. Rajzoltam pár logot a whiteboardomra, nézzük meg, és utána megmutatom a piezoelektromos generátort. Dióhéjban nagyjából arról van szó, hogy egy kristályt, amit kékkel jelöltem, erőhatás éri, tehát így oldalirányú erőhatás éri, akkor annak hatására feszültség keletkezik. A kristálynak a két oldalát be kell vonni fémmel, vagy fémes kapcsolatot kell létesíteni vele, és úgy működik a dolog, hogy töltés szétválasztás jön létre az erő hatására, és a töltés szétválasztást szépen elektromosan le tudjuk vezetni. Hogyha ide valamilyen terhelést helyezünk, mondjuk egy ledet vagy egy ellenállást, akkor itt áram fog folyni. Tehát azt tudjuk mondani, hogy energiát lehet termelni abból, hogy erőhatás éri a kristályt. Ha a feszültséget nézzük, akkor ha mondjuk így össze-vissza elkezden nyomkodni, annak hatása, hogy össze-vissza keletkezik a feszültség, tehát egy váltakozó feszültség keletkezik. Hogyha folyamatosan nyomom a kristályt, akkor viszont nem ad ki semmilyen feszültséget a kristály magából. Tehát mindenféleképpen dinamikus erőre van szükség, tehát hogy az erő változzon, és az erő változik, akkor a kimeneti feszültség is változik. A méretváltozás az általában rendkívül kicsi, 0,1% vagy ennél még jóval kevesebb. A dolog úgy is működik, hogy ide feszültséget kapcsolunk, váltakozó feszültséget, akkor annak hatására itt mechanikai változás jön létre, tehát alakváltozás jön létre, és így működnek például a hangszórók. Tehát például, hogy erősítnek a kimenetét rákötöm ide, egy audio erősítő kimenetét, akkor ez a kristály alakváltozás fog szenvedni, és hallható hang lesz az eredménye, hogyha rákötöm az erősítőre mondjuk a rádiómat, akkor például lehet hallgatni a rádió műsorokat. Például egy piezo hangszóró így néz ki, itt van egy a kezemben. Hogyha ide és ide váltakozó feszültséget helyezek, mondjuk 1 kHz-es színuszos feszültséget, akkor szép fütyülő hangot ad ki magából. Ennek segítségével építettem egy piezoelektromos generátort, tényleg nagyon egyszerű a felépítése. Több piezoelemet helyeztem egymásra, itt vannak egymáson a rajzon a piezoelemek, tehát nem egy darab van benne, hanem nálam 7 darab lesz egymás tetején. Itt lesz egy nagy alumíniumlap, ezt ezzel a srappozott fekete vonallal jelöltem, és itt lesz egy másik alumíniumlap, szintén srappozott fekete vonallal. Itt ez az egyik elektromos kivezetés, ez pedig a másik. Az én esetemben itt lesz az egyik elektromos kivezetés, tehát a felső alumíniumlap, illetve az alsó alumíniumlap. A két elektromos kivezetést rákötöm egy úgynevezett Grace egyenirányító hídra. Tehát, hogyha itt valamiféle váltakozó feszültség keletkezik erő hatására, mondjuk valami hasonló, akkor ezt a Grace egyenirányító híd egyenirányítja. Ide pedig egy 470 mikrofaráros kondenzátort szereltem, így. Ez 470 mikro. Akkor az egyenirányított feszültség fel fogja tölteni ezt a kondenzátort. Itt pedig egy LED van, egy kapcsolóval. Ha bekapcsolom a kapcsolót, akkor világítani fog a LED,
és a LED az energiát a kondenzátorból szerzi, a kondenzátort a grécegenerálító tölti fel, és a grécegenerálító pedig a piezoelektromosságot fogja felhasználni energiaforrásként vagy feszültségforrásként. Itt pedig felül egy alumínium henger lesz, az alumínium henger itt lesz rögzítve, az alumínium hengerhez fixen egy kar csatlakozik, és hogyha a kart ebbe az irányba megtolom, tehát itt erő keletkezik, akkor annak hatására ez az egész ebbe az irányba átkonvertálja az erőt, és az erő fogja összepasszírozni ezeket a piezo elemeket, és az erő váltakozó erő, akkor annak hatására itt váltakozó feszültség jön létre, és feltétlenül világítani fog a LED, és ehhez a karhoz csatlakoztatni fogok egy orgonabokorról levágott ágat, konkrétan ezt, így néz ki, és ha fúj a szél, akkor ez rezegteti ezeket a leveleket, a levelek rezegtetése pedig azt fogja okozni, hogy a kar is rezegni fog, és mégpedig, hogyha itt rezeg a kar, akkor itt erő van, hogyha itt van erő, akkor itt is van erő, tehát ha itt váltakozó erő van, akkor itt is váltakozó erő lesz, és ahogy ez az ág szépen a szél hatására mozog, annak hatására egy feszültség fog keletkezni, és a LED világítani fog. Ebben a történetben most annyi fog sántítani, hogy ezt az orgonaágat, meg az egész szerkezetemet nem fogom kivinni a kertbe, hanem egy ventilátort fogok bekapcsolni, és annak hatására látni fogjátok, hogy mozognak a levelek. Ez gyakorlatilag ugyanezt elérem, mint ha kint fújna a szél, csak azzal a különbség, hogy itt a műhelyben meg tudom csinálni az egész kísérletet, és nem kell kimenni a tűző napsütésre. De egyébként bármilyen mechanikai rezgésből is képes energiát termelni, tehát hogyha valami itt megmozdítja ezt a kart, akkor annak hatására itt feszültség keletkezik. Egyébként arra is gondoltam, hogy úgyis megcsinálom a kísérletet, hogy ezt elfordítom itt 90 fokkal. Mindjárt megmutatom, hogy miért. Picit utána igazítom a kamerát, így. Szóval arra is gondoltam, hogy úgyis csinálok egy kísérletet, hogy ez az egész így fog állni, tehát a kar közel viszintes lesz, és hogyha ide helyeznék mondjuk egy tölcsért, így, és esne bele itt az eső, akkor itt vízcseppek hullanának lefele, a vízcseppek megütnék ezt a kart, ott csepeg rá, és annak hatására ugyanaz történik, itt dinamikusan erőváltozás keletkezik, annak hatására ilyen irányúvá konvertálódik az erő, nyomkodja a piezo kristályt, és így gyakorlatilag a csöpögő vízből is lehetne energiát termelni. Ez sokkal könnyebb szerkezetre lenne szükség, mint amit most én építettem, de elvileg működik, mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan. A következő pár percben nézzük meg, hogy néz ki egy ilyen piezo kristály. Piezo elemeket találunk például a gázgyújtókban, ez egy gázlámpa, de sokaknak van olyan tűzhely otthon, ahol elektromos piezo gyújtással gyújtják meg. És hogyha ezt megnyom ezt a piros gombot, illetve pontosabban meghúzom ezt a kis kart, akkor lesz egy kis kattanás, és ez a kattanás hatására itt egy kis elektromos ív keletkezik. Ahhoz, hogy itt megjelenjen az ív, több ezer voltra van szükség, mondjuk 2000 voltra, viszont ez a 2000 volt nem jár túlságosan nagy árammal, tehát ha nincsen nagy áram mögötte, akkor feltétlenül az energiatartalma is egy kicsi. Itt van egy ugyanolyan gázgyújtó, kinyitottam, és kiszereltem belőle a piezo elemet. Megmutatom, így néz ki. Ez be van burkolva alaposan ebbe a műanyagba, és ez az a gomb, amit megnyomunk, illetve a kar segítségével meg lehet nyomni, és így keletkezik a feszültség. A feszültség ezen pont és ezen pont között keletkezik, és megpróbálom azt, hogy mi történik akkor, hogyha ezt a feszültséget beletöltöm ezekbe a kondenzátorokba. Ezek a kondenzátorok 20.000 voltosak, ott van kerámia, a kondenzátorok 10 nanofarádosak, így néz ki egy ilyen kondenzátor, 5-öt kötöttem párzamosan, ez 50 nanofarád, és ez a dióda, ami itt van, ez nagy feszültségű dióda, itt van 4 kV-os, ebből az acskóból vettem ki. Szóval ez a dióda remetek egyenirányítani tudja azt a feszültséget, amit a piezo előállít, és bele fogjuk tudni tölteni ebbe a kondenzátorba. Nem reménykedem egyébként abban, hogy itt túlságosan nagy feszültség lesz. Annak ellenére, hogy itt 2000 volt keretkezik, ugye mondtam, hogy nem sok áram van mögötte, és ha nincs mögötte áram, akkor nincs mögötte energia, és ha kevés energia van benne, akkor ezt az 50 nanofarádnyi kondenzátor gyakorlatilag alig tudja feltölteni. Nem azért tettem ide 20 kV-os kondenzátort, mert abban reménykedek, hogy itt most több ezer volt lesz, szerintem csak millivoltok lesznek. Nézzük meg. Hoztam egy voltmérőt. Remélem nem csillog a kijelzője a kamerán, talán nem. És ide csíptetem a voltmérőnek a két kivezetését. Ide az egyiket, ide a másikat. 200 millivoltos állásban van a műszer, tehát ha tízes pont után itt megjelenik egy digit, akkor ez 100 mikrovoltot jelent. Nézzünk egy-két kattintást.
Láthatjátok, hogy keletkezett valamennyi feszültség, de ez nagyjából 30-40 millivolt volt. Értelemszerűen azért lett ilyen pici a feszültség, mert mint mondtam, hiába tud a piezo akár 2000 voltot is előállítani, azt úgy tudja előállítani, hogy nincs rajta terhelés. Tehát nincs rajta ez a kondenzátor, tehát így a szabadba. Viszont az a jó hír, hogyha ezt a csattintgatást sűrűn csinálom, akkor ez a kicsi energia sokszor keletkezik, és sok kicsi sokra megy, akkor akár jelentős feszültséget is lehet előállítani. Nézzünk meg egy másik lehetőséget. Ez is egy piezo elem, ismerős lehet esetleg órákból, vagy egyéb készülékekből, gyerekjátékokból. És most úgy fogom megmutatni a feszültséget, hogy 20 voltos állásba tettem a műszert, ide fogom az egyik pólust, ide a másikat. Most megérintettem, volt valami kis feszültség, és most megnyomom. És láttátok, amikor megnyomom hirtelen, akkor akár több volt is keletkezik. Láttátok, néhány volt keletkezett. Ez egészen biztosan több áramot tud leadni egy ilyen kis nyomás hatására, mint ez. 1-2 milliampert, lehet, hogy kicsit többet, lehet, hogy kicsit kevesebbet. Nézzük meg, hogy hol találunk még piezo elemeket. A számítás technikában több olyan alkatrész is van, ahol van piezo kristály. Például a modemekbe szoktak használni a hangszóróba. Hát szerintem ez piezo, ami itt van, kiforrasztottam. Itt volt a felső sarokban, itt. Már ebben nem vagyok 100% biztos, mert jobban szét kellene szedni, de ebben valószínű piezo van. Illetve a kisbabás szülők gyakran vásárolnak párásítót, vagy esetleg másokból is vásárolnak az emberek párásítót. A párásítóban ilyen ultrahangos fej porlasztja a vizet, ebbe is piezo elem van, innen szereltem ki a piezót, és ez a piezo így néz ki. Ez a piezo kristály, például itt, vagy ez a piezo elem 1,2 mm vastag, és ráforrasztottam két vékony vezetéket, itt láthatjátok az egyiket, másikat. Szóval az élet sok területén használnak piezo elemet, láthatok párásítóba, számítás technikai eszközökbe, órákba, gyerekjátékokba, stb. A kísérletem ez ebből a fajta piezo elemből vásároltam, ebből fogom megépíteni a piezo generátoromat. Nézzük meg. Itt van egy nagy alumínium fólia, ez az alumínium fóliához itt hozzácsatlakozik egy ilyen alumínium korong, itt van a párja, tehát itt le van csavarozva egy alumínium korong, és van itt három darab műanyag rögzítő, ezt mindjárt megmutatom, hogy működik, és itt egy kis tartószerkezet, ezt is megmutatom. Tehát arról van szó, hogy ide leraktam egy alumínium korongot, az alumínium korongnak a hátulja hozzáér az alumínium fóliához, három darab csavar itt rögzíti, tehát így nem tudom elmozdítani, stabil, és egy szendvicset fogok építeni. Ide egymásra fogom helyezni a piezo elemeket, rá fogom tenni ezt az alumínium korongot valahogy így, utána ezt a rögzítőt szintén ide rakom. Így gyakorlatilag minden itt fixálódni fog, és ha itt megnyom a tetejét, akkor a feszültség keletkezik. Egy ilyen piezo korongnak a vastagsága, a teljes vastagsága, az fél milliméter, ebből ez a kis fém rész, ez 2 milliméter, értelemszerűen akkor nagyjából 3/10 az a kis kerámia rész, amit rajta van, és ebből építem meg így a tornyot, tehát így egymásra fogom őket helyezni, és a szigetelőszalag azért van ott, hogy biztosan ne érjenek hozzá a fém részek, tehát ez a nagy fém rész itt, a következő nagy fém részhez biztosan ne érjen hozzá, tehát távtartó szerepe van, nagyon könnyen meg lehet belőle építeni a kis tornyot. Így néz ki a 7 darab egymáson, egymásra helyeztem őket, teljes vastagság 3,1 mm, szóval ez a 3,1 mm magas kis piezo torony ide fog kerülni középre, ide. Remélem ott marad, így. Ezt a lapot ráhelyezem, ez alumíniumból van, előzetesen egy kicsit megcsiszoltam, hogy szép sima legyen. Csak azért csiszoltam meg, hogy sima legyen a teteje, ami hozzáér a piezo elemekhez, hogy ne repedjen el a piezo, és esetleg valamiféle kis dudor vagy stb. Van rajta. Ezt lecsavarozom, inkább így teszem fel a tetejét. Felcsavaroztam a felső alumínium korongot, itt látjátok most már ennek a szerepét a műanyagoknak, így néz ki közelről. Ez lenne a piezoelektromos generátoromnak a lelke. A műanyag tartók azok pozícionálják az alumínium korongokat, és ott közötte, ott valahol
valószínűleg nem láthat itt a kamera, szóval itt vannak a piezo elemek. És most nézzük meg, hogy miért van itt ez a két darab vas, ez, illetve ez. Ez a két darab vas egy tengelyt fog tartani, ami mentes szárból készült. Itt van ez a tengely, és itt van egy alumínium henger, itt látjátok tömör alumínium, furtam bele három lyukat, tehát akkor mégsem tömör, de eredetileg az volt. Tehát itt lett átfúrva, illetve itt, mutatom a másik oldalát is. És ez a dolog úgy működik, hogyha itt ezt lerögzítem, akkor itt el tud mozdulni ez az egész. Ha ezt megnyom így itt, akkor ez az alumínium henger, amit az előbb mutattam nektek, az alumínium korongnak a tetejére erőt fejt ki, értelemszerűen lefele nyomja, és ilyenkor a nyomás hatására a piezo elemek feszültséget termelnek. Ugye két pontja van a piezo elemeknek, az egyik pont hozzá van kötve az alsó alumíniumhoz, az alsó alumínium hozzá van kötve ez a nagy alumínium fóliához, a másik pont pedig ugye a felső alumínium hozzáér az alumínium hengerhez, a mentes szár ide kivezeti, és itt ezen a vason keresztül hozzáférhető a másik pólus. Tehát a piezo generátoromnak ez az egyik pólusa a kimenete, ez pedig a másik, és majd úgy fog működni a dolog, hogy az alumínium fólia az úgy csatlakozok hozzá, hogy ezt a sárga rész hengert ide ráteszem, és ez hozzáköti ezt a kis elektronikát, amit az előbb a whiteboardon mutattam nektek a piezo elemhez. Itt pedig ez a mágnes hozzászorítja ezt a vezetéket, ennek a vezetéknek a vége ugyanúgy le van csupaszítva, remélem talán látszódik belőle valami, és a csupasz vezeték ér, hozzáér ez a vaslaphoz, és innentől kezdve van elektromos kontaktus, a gréc egyenirányító híd be van kötve, és minden feszültség, ami itt termelődik, azt az egyenirányító híd egyenirányítja, és beletölti ebbe a kondenzátorba, a kondenzátorra pedig rá van kötve egy LED, LED-del sorra bekötöttem mikrokapcsolót, és ha megnyom mikrokapcsolót, akkor világít a LED, persze csak akkor világít, ha megfelelő feszültség van a kondenzátorba. Még mielőtt megnéznénk, hogy milyen feszültséget termel, még megmutatom azt a részt, hogy így néz ki az egyenirányító rész. Gyakorlatilag 4 darab diódából áll, 1, 2, 3, 4. A diódák katódja közösítve van itt, ez a kondenzátornak a pozitív kivezetése, a diódáknak az anódja pedig közösítve van itt, és ezen a sárga vezetéken keresztül a kondenzátor negatív pólusára kapcsolódik. Tehát nagyon egyszerű a kis szerkezet. Tehát a narancsszínű vezeték csatlakozik a piezogenerátor egyik pontjára, rámegy a gréc egyenirányító hídnek az egyik pontjára, a sárga vezeték itt feljön, az rámegy a másik pontjára, és a gréc egyenirányító egyenirányítja a beérkező jelet, és itt a kondenzátort feltölti, itt a pozitív feszültség keletkezik, itt a negatív feszültség, és hogyha megnyom a kapcsolót, akkor a LED-nek világítani kell, abban az esetben, hogyha ott a piezo forrást erő éri, és most meg fogjuk nézni, milyen jel keletkezik, illetve mennyi energiát lehet ezzel termelni. Mutatok egy nagyon érdekes dolgot, egy elég becsapós dolgot, de bekötöttem az oszcilloszkópot, és szeretném megtudni, hogy milyen jelet ad ki a piezo kristály, ami itt van. Ugye azt mondtam, hogy nyomás hatására feszültség keletkezik, most megnyomom úgy, hogy folyamatosan nyom, és azt látjátok, ott jel keletkezett. Itt méri a műszer 21 volt, 24 volt, 25 volt, viszont 50 Hz. Ennek nem szabad bedőlni. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az én környezetemben vannak 230 voltos vezetékek, amik rá vannak kötve az elektromos hálózatra, és az én kezem meg az én testem csak összeszedi ezt, és csak rávezettem az oszcilloszkópra, meg is mutatom így is. Látjátok, hogyha megfogom az oszcilloszkóp emeletét, akkor mindenféle piezo kristály nélkül is van feszültség. Szóval nem erre a feszültségre vagyunk kíváncsiak, hanem arra a feszültségre, amikor meglököm, és abban a pillanatban a feszültség is keletkezik, úgyhogy nem úgy fogom megnyomni a rudat, hogy a kezemmel, hanem valamilyen szigetelővel, mondjuk ezzel a fával itt, és akkor nem fogom rávezetni az oszcilloszkóp emeletére az 50 Hz-es jelet, mert látjátok, hogyha fa ér hozzá, akkor nincsen 50 Hz-es jel, viszont az ujjam ér hozzá, akkor van. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ez ingyen energia, és ha az ujjammal érek hozzá, akkor látjátok, hogy van 50 Hz-es jel, tehát ez nem a piezo kristályból jön, úgyhogy figyelni kell a mérés során, hogy szigetelt módon kell ezt a rudat megnyomni. Most a fát neki koccantottam a fémrúdnak, látjátok, egészen megváltozott a jel, továbbra is igaz, hogy egészen nagy a jel. Nézzük meg mekkora. Az oszcilloszkóp most 5 voltos osztásban van, tehát egy kocka 5 voltnak megfelelő. Még egyszer megnézem utoljára, hogy milyen a jel.
Szóval olyan nagy a jel, hogy lefele 1, 2, 3, 4 kocka magasságú, 5-tel kell megszorozni, tehát itt lefele több mint 20 voltos jel keletkezett. Itt látjátok, hogy volt némi oszcilláció, stb. Tehát egészen nagy feszültséget képes ez a kis generátor kiadni. Sajnos az áramáról már ezt nem mondhatom el, de ezt mindjárt meg fogjuk nézni a következő kísérletben. Nagyjából előkészítettem a dolgokat a kísérlethez. Itt látjátok a piezo generátort, itt van a kar, és ide beraktam két darab sárga rudat, és itt felül van rajta egy ventilátor, mindjárt megmutatom, hogy hogy is néz ki. Itt láthatjátok a ventilátort, ez fogja elrejteni itt a szelet, és ami hiányzik, az egy orgona ág, amit ide rakok, ide beteszem, így, megmutatom távolabbról, ezzel nagyjából meg is vagyunk. Itt van az orgonák, vannak rajta friss, szép zöld levelek, itt van a generátor, itt van a ventilátor, bekapcsolom a ventilátort, nézzétek meg, mi történik az ággal. Értelemszerűen mozognak a levelek, és most nézzük meg közelebbről, mi történik ezzel a rúddal. Láthatjátok, hogy a rúd is mozog, és hogyha a rúd mozog, akkor ott lenn a piezót, az az alumínium henger, amit mutattam, az nyomkodja. Most kikapcsolom a ventilátort egy picit. Azért kapcsoltam ki a ventilátort, mert nagyon hangos volt, itt talán most egy kicsit egyszerűbben lehet magyarázni. Szóval a levelek mozgása a rúd mozgását is okozta, és ott a piezót, ez a kis áttétel, ez a kis mechanika elkezdte nyomkodni, ennek hatására feszültség keletkezik. Most úgy teszem a kamerát, hogy lehessen látni ezt, hogy itt ez mozog, és megnézzük, milyen feszültség keletkezik, mire elég. Beállítottam a kamerát, bekapcsolom itt a mikrokapcsolót, itt láthatjátok, hogy a LED nem világít. Ráteszem ide az egyik pólust, megnyomom a gombot, látjátok, nem világít, bekapcsolom a ventilátort, mozognak a levelek, mozog a rúd, és hogyha bekapcsolom a mikrokapcsolót, akkor világít a LED. Most bekötöm úgy, hogy folyamatosan világítson, lekötöm egy szigetelőszalaggal a mikrokapcsolónak a kapcsolóját. Kicsit hangos a ventilátor, remélem sikerült túl kiabálni. Szóval világít a LED, és azért világít a LED, mert itt két alumínium lap között piezo elemek vannak. A piezo elemet ez a rúd nyomkodja, és azért nyomkodja ez a rúd, mert mozognak a levelek pedig azért mozognak, mert ott az a ventilátor működik. Távolabbról mindez így néz ki. És látjátok, a LED világít. Szóval ez a kis mozgás ennyi energiát tud termelni, nem sok, 1-2 milliwatt. Biztos láttátok a Vasember című filmet. Vasembernek itt egy palládium generátora van. Mi történt volna akkor, hogyha vasember egy piezo generátort kap ide a mellkasára? Nézzük meg! Kicsit átalakítottam az előző kísérletet, most 6 darab ledet szereltem ide fel, 3 pirosat, 3 kéket, kikötöttem innen a kondenzátort, most az csak a lednek a tetejét fogja, itt van egy kalapács, ha megkocogtatom, látjátok, világítanak a ledek. Tehát nem csak egy, hanem több ledet is el tudna látni, viszont nem akarom folyamatosan kocogtatni, helyette van egy ütvefúróm, ezt az ütvefúrót fogom használni, és megnézzük, hogyha ez kocogtatja a piezokristályt, akkor a ledekkel mi történik. Úgy látom, ezzel is működik. Valamiatt néhány led nem világított, de tulajdonképpen a többiek világítottak, úgyhogy valószínűleg azok tönkrementek, ezek a ledek. Meg is nézem, hogy mi történt. Ez a LED jó, ez záratos lett, ez is záratos lett, ez világít, ez is világít. Szóval néhány LED záratba ment, köszönhetően annak a feszültségnek, amit a generátor termelt, szóval azért nem túl sok, de nem lebecsülendő. Mondjuk, hogyha vasembernek a reaktora ekkora teljes mit adott volna le, akkor azzal biztos nem nyert volna meg semmilyen csatát. Az előző pár percben láthatátok, hogy piezo segítségével energiát lehet termelni,
sajnos ennek a hatásfoka nem túl jó, így ezen a területen nem nagyon terjedt el, és egyben ez a zárszó is, örülök, hogy jöttetek, gyertek máskor is, sziasztok!